Elkészül. Élettel telt meg Pakson a Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornacsarnoka, az ASE sportpálya és az iskola környéke. A régió kajakos és kenus fiataljai randevúztak, közel 300-an, és mérték össze erejüket az Alsó-Dunai és Dél-Magyarországi régió Heraklész fizikai felmérőjén. A korosztályoknak megfelelően mindenkinek 4 számot kell teljesíteni. Van Cooper futás, az iskola körül 2 iskola kör, folyamatos futás, illetve itt még bent van egy 30 méteres sprint felmérés a kicsiknek, aztán húzockodás fél percig, lábemelés 1 perc, netfit has, plank, fekvőtámasz, ezek a versenyszámok, amikben a gyerekek összemérik a tudásukat. 53 versenyzőt neveztünk, ugye itt most csak az U8-tól az U14-es korosztályig versenyeznek a gyerekek, és akkor az U15-6-7-8 pedig majd holnap Győrben, ott az egész országból mindenki Győrbe megy a serdülőknél, Ifiknél, és ők majd ott fognak holnap versenyezni. Ugye ezen a hétvégén és a következő hétvégén 6 régióban kerül megrendezésre ez az esemény. Ez azt jelenti, hogy a mai napon Győrben, Pakson és Agyön van ilyen fizikai felmérőverseny, jövő héten pedig Budapesten lesz 2, és Tiszaújvárosban pedig 1, illetve a holnapi napon a serdülős ifjúsági korosztálynak lesz egy országos fizikai felmérője, ahol együtt régiótól függetlenül vesznek részt ezen az eseményen. 43 főt neveztünk a mai versenyre. Sokat készültünk erre a versenyre, hiszen már november óta tart az alapozási időszak. Ilyenkor a verseny közeledtével ezeket a feladatokat, amiket itt kell elvégezni a sportolóinknak, többet szoktuk gyakorolni. Hát alapvetően kajakos gyakorlatokról van szó, amit ugye egész télen végzünk. Több versenyzőnk végez évek óta a mezőny elejébe. Én reménykedem benne, hogy a mai nap végén is ez így lesz, és többen fognak majd érmet kapni. A szekszárdi Jámbor Lotti, Sein Dániel, Bodnár Bálint és Ron Benedek nyakába aranyérem került, míg Kis Léna ezüst, Kercsmár Boglárka pedig bronzérmet szerzett. Pécsről 12 fiatal kajakkenus érkezett vezetőedzőjükkel. Az itt versenyeztethető tulajdonképpen mindegyik korosztályt elhoztuk, tehát U10-től U8-tól U14-ig. Most már a vége fele járunk a versenynek. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek viszonylag eredményesen értek, illetve jó eredményeket értek el, főleg magukhoz képest, hiszen itt ők magukkal versenyeznek, ez igazából ez egy felmérés. Tőlünk most többen vannak úgy, akiknek ez az első, úgyhogy nagy izgalom volt itt hajnalban, de úgy láttam, hogy az első szám után már nagyon mosolyognak, és jól érzik magukat ebben a légkörben. A házigazda ASE sportolói közül Kirchner Dávid arany, Babarik Levente bronzérmet szerzett. Másnap Győrben az atomos Ottófi Lili és Juhász István Dávid nyakába pedig ezüstérem került.